Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ez egy körülbelül 100 éves történet, Tamás István publikálta, Vízparton könnyebben felejt az ember cím kötetében. Főhőse, Hal Turin anarchista, az 1880. február 17-i téli palota elleni robbantásos medénynek főszereplője, 89 halott, későbbi kommunista apparátsik, az első szovjet belgrádi követ, 1937-ben kivégezték, később utcát neveztek el róla. És akkor a történet. Az újonnan kinevezett szovjet követ tehát közeledett Belgrád felé. A szerb királyi csendőrség pedig a peronon és a pályaudvar csarnokában gyülekező és dütöl-domboló orosz emigránsokat igyekezett féken tartani, kordonokkal elszigetelni, mert nem titkolták, hogy a kommunista küldöttet meglincselik, felaprítják, széttépik. A vonatot megállítani már nem lehetett. A protokoll tisztviselők falfehéren tiprottak, a csendőrök korbácsaikat és fegyvereiket szorongatták, a fehér emigránsok százai rázták az öklüket, üvöltöttek. A vonat befutott. Hal Turin szalonkocsija a pályaudvar közepén az első simpáron állt meg. Perszti csend. Csak a szerb külügyminisztériumi protokoll csoport tagjainak a liegése hallatszott, amit át akarják verekedni magukat a tömegen, hogy a diplomáciai illen szerint fogadják a követet. A kocsi ajtaja még csukva. Vasúti alkalmazottak nagy nehezen szőnyeget terítettek a lépcső alá. A hivatalos vendégvárók is odaértek, megtépve, téli kabátjai gombjai leszakadozva, cilinderük összedülve. Kinyílt a szalonkocsi ajtaja. Az emigránsok tömege felzúgott, majd mikor Hal Turin asztalos megjelent a felső lépcsőn, verőt rázó ordításba tört ki. A követ rálépett az első lépcsőfokra. A szemek vérben forogtak, az ordítás, ha lehet, még jobban felerősödött, a karok fenyegetően emelkedtek a levegőbe. Egy óriás termetű, fekete szakállas férfi, kék orosz innyben, derekán sejemővel átszakította a kordont, és a követ felé rohant. A csendőrök a nyomában, de nem lehetett megállítani. Hal Turin honnan is tudott volna hibátlanul öltözködni, a frak nadrág alatt rövid szárú orosz csizmát viselt. Amikor a lábát a pályaudvar kövére tette a sín mellé, a szakállas férfi, aki markában valamilyen gyilkos szerszámot is szorongatott, rámerett, eltette a vasat. Az öreg író, aki nekem mesélte, nem emlékezett rá, hogy kisebb revolver volt-e vagy kés, kimerett szemmel nézte a csizmát, majd térdre borult. Bátyuska, bátyuska, és átöleltek Hal Turin lábát, te a szent Oroszország földjéről jössz, áldott, aki azt a földet érintette, áldjál meg bennünket. A tömeg zúgása lassan elcsitult, a szemekből kihunyt a gyilkos tűz, az emigránsok is térdre borultak, az öklök kinyíltak, tenyerekké váltak, és esetben nyújtóztak Hal Turin felé. Áldj meg bennünket, bátyuska, te a szent Oroszország földjéről jöttél, áldott, aki ezt a földet érintette, áldjál meg bennünket. És Hal Turin asztalos, a párt neveltje és hűfia, akivel a gyors tanfolyamon bizonyára elolvastatták azokat az erőszakos hülyeségeket is, amiket filozófia címén Lenin a vallásról összekontárkodott, s aki bolsevista maradt 1937-ig, azaz haláláig, fragnadrágja alatt az orosz csizmában, fekete szalonkabátban, cilinderben, fehér sállal a nyakában, kiterjesztett kézzel a pravoszláv liturgia szavaival, zokogástól elfúló hangon megáldotta
a belgrádi emigránsok térdeplő tömegét. Krisztus feltámadott. Szoktam írni amúgy is, könyvben is. Most ez a kánapló, ez a Kata, a feleségem. 23 éve írok napi naplót is a blogomban, a honlapomon. Ez egy ilyen gondolkodás, meg esemény, meg emszegés. Ez a mezeje. Ez a kánapló, ez egy ötlet volt. A Katát 2021. februárban diagnosztizálták, hogy gyógyíthatatlan beteg, 3-5 éve van hátra. Egy gyógyszer van, ami ezt valamennyire lassítja. Ha Isten nem gondolja másképp, akkor ez így is fog történni pontosan. Hálát adunk érte. A könyvet úgy csináltam, hogy a könyv az ezzel a nappal kezdődik, a 2021. februári diagnózisa, hogy attól indítva megnéztem a naplóimat, illetve beütöttem a kompjúterbe a kataszót, és ahol kijött, ez lett a könyvnek a lényege, amikor róla van szó.
Aztán két segítőm volt, az egyik valamennyire bővítette az ötleteivel, a másik pedig valamennyire szűkítette a könyvet. Tulajdonképpen ez a könyvnek a története, egészen szokatlan Isten ajándéka, hogy milyen fajta békében élünk azóta. És akkor a könyv bemutató, tessék bemutatni, hogy akkor megtörtént a könyv bemutató. Köszönöm szépen, ennyi. Képek, faroslemezen, fenyőfa rámában, ezt elfelejtettük mondani. Csak kiállítást megnyitottuk mindenki.